A hidegebb idő beköszöntével egyre többen keresik fel a hajléktalan szállókat, ahol melegételt és szállást kaphatnak a betérők. A szekszárdi hajléktalanok átmeneti szállója összesen 31 főt tud befogadni. Ebből a férfi átmeneti szálló 6, a férfi éjjeli menedékhelyen 20, a női éjjeli menedékhelyen pedig 5 rászorulónak tudnak segítséget nyújtani. Hát intézmény korábbiakhoz hasonlóan 5 féle szakfeladattal próbálja segíteni a hajléktalan személyeket nappali melegedővel, népkonyhával, utcai szociális szolgálattal, éjjeli menedékhelyen és átmeneti szállóban. A betlakásos férőhelyeinket tekintve a hölgyek esetében már elértük a teltházat, a férfiak esetében 1-2 üres helyünk azért még rendelkezésre áll. A nappali melegedőt minden rászoruló igénybe veheti. A népkonyhán melegételt biztosítanak a betérők számára. Igény esetén pedig munka és lakhatás keresésben is segítséget nyújt az intézmény. Én azt gondolom, hogy mindenképpen fontos az, hogy a hajléktalan személyekkel kapcsolatban egy pozitív, empatikus segítő magatartás legyen az utca emberével kapcsolatban, az utca embere fejében. Tehát kevésbé az elutasítás van elég baj annak a szerencsétlen embernek, aki ilyen helyzetbe került. Az intézményt meleg ruhákkal, takarókkal és tartós élelmiszerekkel is lehet támogatni. Mindegyikre nagy szükség van, hiszen a közterületen lévő hajléktalanoknak is próbálnak segítséget nyújtani.